Ifjúsági közéleti találkozót tartottak a hétvégén Kishegyesen. A találkozó lényege az volt, hogy a fiatalok minél közelebbi kapcsolatba kerüljenek a közélettel, a politikával, azokkal a témákkal, amelyek az ő életükre is hatással vannak, mutatjuk a bejátszást. Ifjúsági közéleti találkozót tartottak Kishegyesen. Az egésznapos program keretében a vajdasági magyar politikum és a közélet szereplői tartottak előadást az Európai Uniós integrációról, nemzetpolitikai kérdésekről, gazdasági témákról, a szerb kormány befektetési élénkítő programjairól és a pályázatírásról. A találkozón felszólalt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is, aki a magyar nemzetpolitika vajdasági magyarságot érintő alakulásáról szólt a fiatalokhoz, kihangsúlyozta. Fontos, hogy a fiatalok személyes kontaktusba léphessenek a politikusokkal. Én ezt borzalmasan fontosnak tartom. És szeretnék ebből hagyományt teremteni. És ez a mostani próbálkozás, ez ennek a hagyománynak a fundamentumásása, hogyha úgy tetszik, jövőre kellene ezt igazából berobbantani és elkezdeni komolyan csinálni. Ugyanis ez az a hely, ez a közeg, ez az a közös együttlét, amelyik azt tudja eredményezni, hogy a politikai iránt fogékonysággal rendelkezők vagy bírók bekapcsolódjanak a közös gondolkodásba és a politizálásba. Egy topolyai diáklány több kérdést is intézett a politikusokhoz, közülük a legfontosabb talán a fiatalok fokozódó elvándorlásának a problémája volt. Sokan elhagyják a szülőföldet, emiatt is szükség van arra, hogy akik itt maradnak és akiket ez érdekel, azok akár ilyen napok keretén belül összefogjanak. Topolyán konkrétan mi a helyzet? Vannak-e fiatalok akár a képviselőtestületben, akár más valamilyen fórumokon? Hát nem annyira jó a helyzet Topolyán, ami ezt illeti. Az ifjúság nagyon passzív, és nagyon, nagyon kevesen vesznek részt a közéletben is. Ez nem csak ami a vezetést és a politikát illeti, hanem akár kulturális művelődési témák van is. Ezt ezen kéne nagyon javítani, és úgy érzem, hogy szerintem más település sem. Mondjuk a Kishegyes az igazán példaértékű ebben a tekintetben. A politológiát végzett Linka Miklós, mint a rendezvény házigazdája, azt hangsúlyozta ki, hogy a fiatalok közül még mindig kevesen éreznek elég elhivatottságot a közéleti szerepvállaláshoz, de szerencsére jó példák is akadnak. Azért is gondoltam, hogy elkezdek részt vállalni mind a politikai, mind a civil, mind a közszférában, hogy megmutassam, hogy a fiataloknak is van itt lehetőségük. Erre például a Kishegyes község az egyik legjobb példa, úgy, mint gondolom, hogy politikai szempontból, hiszen nálunk történt meg először azt, hogy nagyon-nagyon fiatal gárda állt föl. Persze ki kell hangsúlyoznom azt, hogy a fiatal gárda mellett ott ül, illetve velünk együtt dolgozik két volt polgármester. Az előadásokon hallottakat Józsa László, a Szekeres László Alapítvány kuratóriumi elnöke foglalta össze, majd megköszönte az előadóknak és a fiataloknak is a részvételt. Bejelentette, hogy a tervek szerint jövőre az alapítvány az egynapos programot táborrá bővíteni, ahol hasonló témákkal foglalkoznak majd. Ennek a mai napnak az volt a tétje, hogy ez egy, ahogy modern kifejezéssel mondják, pilóta projektuma legyen, egy később nagyobb ambícióval rendezendő ifjúsági közéleti rendezvénynek, vagy valószínűleg ifjúsági közéleti politikai tábornak. Erre majd valószínűleg a jövő év során lehet sort keríteni. A program kötöttebb részének zárásaként a résztvevők és az előadók közösen a Kishegyesi Nyugati Temetőbe látogattak az aradi vértanúk megemlékezésének előestéjén. A Kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Szajkó énekcsoportja aradi dalokkal tisztelgett az 1849. július 14-i utolsó győztes csata hősei és az aradi vértanúk előtt. A 2000-ben felújított emlékművet, valamint a világháborúkban elesett kishegyesi katonák emlékművét koszorúzták meg. Ez a számunkra a magyarságnak egy jelképe, amit állandóan a fiatalságban, az elkövetkező generációban úgymond föl életbe kell tartani, hogy emlékezzenek a nagyjainkra. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy azok, akik ilyen közéleti ifjúsági találkozón részt vesznek, azok természetesnek vegyék, hogy egy ilyen jeles nap alkalmával a program keretein belül
az emlékezés virágait is elhelyezzék. A nap egy kötetlen programmal zárult, ahol sajttal, pörköltel, népdallal is énekkel ünnepelték az összejövetelt. A stúdióban pedig köszöntöm vendégeinket, Linka Miklóst, a VMS Ifjúsági Fórumának alelnökét, illetve Agyánszky Emil, topolyai elnököt. Láttuk ezt a bejátszást egy sikeres kishegyesi rendezvényről. Mégis azt tapasztaljuk nap mint nap, hogy a fiatalok kicsit távolságtartóak, hogyha politikáról van szó. Mi a tapasztalat? Igazából nem csak a politikáról van szó, akkor távolságtartóak a fiatalok. Valahogy megváltozott a világ. Minden fiatal otthon ül és azt várják, mint hogy a filmekben szoktuk látni, hogy majd egyszer csak megcsörren a telefon és fölhívja őket valaki, hogy kaptak egy jó állást, vagy hogy most megcsinálták a karrierjüket. Valahogy nem így működik a világ. Még azelőtt, hogy valaki el tudna helyezkedni, kell törekedni nagyon sokat kell azon dolgozni, hogy az emberre felfigyeljenek, illetve el kell azt is mondanom, hogy mi fiatalok igen-igen háttérbe vagyunk szorítva. Most, ha megnézzük Vajdaságban, körülbelül 250 ezeres magyarsággal rendelkezünk, ennek 40%-a fiatal. A politika az nem csak minket magyar fiatalokat hagy ki, hanem még a többségi nemzetet is. Ennek valójában adni lehet mondjuk az oka, hogy a fiatalok nem mennek ki szavazni. A 18 éves korig nem töltötték be ugye az életévüket, ők alapból nem mehetnek ki szavazni. Utána pedig elfordulnak a politikától, így a politika sem fordul feléjük. Ellentétben például a nyugdíjaskorú idősebbekkel, akik mindig kimennek szavazni, mindig megteszik azt, amit elvárnak tőlük, és ez talán az egyik oka is annak, hogy mi háttérbe vagyunk szorítva. Konkrétan mit tehet egy fiatal, például, hogyha bekapcsolódik a VMS Ifjúsági Fórumának munkájába? Legelőször is az a legfontosabb, hogy valamiféle érdekeltséget mutasson e felé. Tehát ne várja azt, hogy a Miki is elmondta, hogy hozzákopogtassanak be, hanem ő törekedjen arra, hogy benne legyen az a mozgató erő, hogy ő valamit szeretne elérni, valami célja legyen. És amint felkeres minket, vagy felkeres egy ifjúsági szervezetét, onnantól kezdve már beindulnak a dolgok, tehát támogatják őt, segítik őt. Felkeresni pedig akár egy Facebook? Persze, hát most már az internet korában nagyon egyszerű bármit felkeresni, felkutatni. Konkrétan milyen programokat szerveztek még, amiben valaki bekapcsolódhat, hogyha például megtetszett neki ez a kishegyesi? Tehát amint láttuk, Kishegyesen volt megszervezve az első közéleti találkozó. Tudni kell, hogy például a Kárpát-medencében a többi határon túli magyarnak mindegyiknek van egy nagyon nagy szabású szabad egyeteme, ahol koncertekkel, közéleti, politikai, gazdasági személyekkel találkoznak. El kell mondanom azt, hogy van nálunk is Vajdaságban, de elfogadhatatlan az például, hogy tavaly előtt nem tudták megszervezni. Tehát én úgy érzem, hogy a civil szervezetek mellé nekünk is oda kell állni, ki kell harcolni azokat az eszközöket, azokat a személyeknek az eljövetelét, tehát megtöltsük ezt tartalommal, hogy a jövőben meg tudjuk ezt szervezni. De elmondhatom azt is például, hogy pár évvel ezelőtt volt egy zentai ifjúsági játékunk, ahol a vajdasági magyar fiatalok találkozhattak. Tehát mi ezt is szeretnénk egy valamennyire helyettesíteni és ötvözni mind a tudományosabb részt, mind pedig a szórakoztatási részt a jövőben. Tehát, hogyha valaki csatlakozik az ifjúsági fórumhoz, az nem jelenti azt, hogy neki feltétlenül csak politikával kell foglalkoznia és politikus kell, hogy legyen. Nem, egyáltalán nem. Nem, ahhoz, hogy amikor ő csatlakozik, akkor ő azzal egy jelet ad, hogy ő valamit szeretne tenni a közösség érdekében, saját maga érdekében, és ezzel egy lehetőséget kap ő, hogy úgymond megmutassa magát, hogy szerephez jusson. Említetted az imént azt, hogy a Kárpát-medencében más szervezetek rendezvényeire is elmentek. Egyébként milyen a kapcsolat más szervezetekkel? Miben tudnak segíteni ők és ti nekik? El kell mondanom, hogy például Emillel tavaly voltunk a Tusványoson, előadók is voltunk. Tehát a romániai magyarsággal, a felvidéki és az ukrajnai magyarsággal nagyon jó kapcsolatunk, tehát a fiatalok kapcsolata nagyon jó. Állandóan kapjuk a meghívásokat, csak sajnos nekünk nem volt egy olyan kézzelfogható, nagyon erős szabadegyetem, nyári szabadegyetem, ahol el tudnánk hívni őket. Mivel most megnézzük a Kátai tanyán, ami ugyan Kishegyesi, ahonnan én jöttem, Kishegyesen van megrendezve, ott például 100 személyt tudnak ellátni, vagy fogadni egy szabad egyetemen. De hogyha mi meghívnánk mindenkit, akkor rögtön már 50 személyt jelentkezne erre a szabad egyetemre. Tehát nekünk ezt sokkal jobban bővíteni, sokkal nagyobbá kell tennünk.
ti magatok a későbbiekben mivel szeretnétek foglalkozni? El tudjátok magatokat képzelni a politikában is? Mindenképp el tudom magam képzelni, azért is vágtam bele, mert már fiatal korunk óta, tehát még a középiskola folyamán is már azt tapasztaltuk, hogy szervezésbelileg mi igyekszünk, tehát mindig, amikor valamit ne kellett szervezni, akkor tudtuk, hogy nem másra kell számítani, hanem magunkat kell angazsálni. És ugyanígy látom én a jövőben is, tehát a politikában is nem azt kell várni, hogy majd valaki lépjen a mi érdekünkben, hanem nekünk kell megtenni ezeket a lépéseket. Én úgy érzem, hogy ugyanúgy a politikában, ugyanúgy a civil életben is hely tudnék állni, és én arra is biztatnék mindenkit, hogy aki például a politikától egy kicsit távol érzi, távol áll, tehát ellenszenvesnek érzi, az nyugodtan civil szervezeteken keresztül is megmutathatja a tehetségét, megmutathatja a tudását, amit nagyon sokan elrejtenek magukban. Például nagyon-nagyon sok, mint az előbb hallottuk is az MNT-nek a programját, nagyon-nagyon sok képzett vajdasági magyar van jelenleg, akik általában külföldre vágynak. Én azon vagyok, vagy azon vagyunk a szervezetünk, a Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fóruma, hogy itt tartsuk ezeket a fiatalokat, a minél jobban kiképezzük őket, minél tovább tanultassuk őket. El kell mondani azt, hogy mi vajdasági magyarok alapjáraton is kettő nyelvet kell nagyjából, hogy beszéljünk, de nagyon sokan, akik kimennek Magyarországra, ők megtanulnak még egy plusz nyelvet, például angolt, németet. Itt állunk az Európai Unió kapujában, és szükség lesz szakemberekre, szükség lesz olyanokra, akik tudnak nyelveket. Az Európai Unió nem Albánián keresztül fog bejönni ide Szerbiába, hanem Magyarország, Horvátországon keresztül, és mi kell, hogy legyünk ennek a kapucsa, mi ifjú fiatalok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.